A Szombathelyi Vívó Akadémia keretein belül a tehetséges fiatalok mellett több 40 év feletti, azaz veterán sportoló is gyakorlási és versenyzési lehetőséghez jut. A tréningeket átlagosan 10-15-en látogatják, közülük pedig 4-5-en rendszeresen pásra lépnek a korosztályos világ, valamint Európa bajnokságokon. Rendszeres edzéseink vannak, hetente egy alkalommal kedden edzünk itt este a vívóteremben. Emellett persze nem csak az edzések számítanak, hanem vannak megmérettetési lehetőségek is. Egyrészt rendszeressé váltak most már Európában a veteránvívó versenyek. Erre van módunk eljutni. Idén a horvátországi Porecsben rendezték meg a veteránvívók Európa bajnokságát. A pástra lépő közel 1200 sportoló között volt két szombathelyi is, Babos Csaba és Péntek Tamás képviselte a vasi színeket. Rendkívül nagy öröm volt számunkra, hogy kijutottunk egy ilyen komoly versenyre. Gyakorlatilag a veterán vívásban az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság az, ami jelentős létszámot mozgat meg. Most is talán az utóbbi évek egyik legnagyobb létszámú versenyzőgárdája gyűlt össze. A két szombathelyi vívó a tőrözők 50 esztendős korosztályában léptek pástra. A 128-as táblán mindketten egy-egy kört mentek, azaz a legjobb 64 között végeztek.